az, amikor Pap Árpád fiatalabbi fia, Pap Balázs zenésztársaival, a győri ütőegyüttessel édesapja emlékére egy koncertet fognak előadni. Pap Balázs zenésztársai Gerencsér Tamás, Józsa Bálint, Májer Bálint és még egy fiatal emlékezet, Kovács Árpád. Kovács Árpád. Kérlek, parancsoljatok! És nem is szeretném, megmondom őszintén, tehát én szeretnék olyan kapcsolatokat találni az ő életével vagy munkásságával ebből a pár szám alatt, ami mégis egy ilyen jobb hangulatot, egy vidámabb hangulatot teremt, hiszen nem is azt gondolom arról az egész útról, hogy a szomorú véget ért volna, mert hát kiszomorkodna, amikor hazamegy, úgyhogy egy ilyen latinos hangos számmal kezdtük. Ami azért érdekes, mert az apu az nagyon nem szerette, amikor én hangosandó voltam.
igen, néha eljött koncertre, és például Kaposváron volt egy olyan koncert, ahol a Gerencsér Tomi barátommal egy nagyon hangos, tradicionális japán zenét játszottunk ketten, amiben a halkhangok azok nem voltak jelen, és azt láttam az apun, hogy egyre jobban nyúlik az arca, és mondta a végén, hogy ez rémisztő volt. Hát nem fogunk hangoskodni most már.